ezt az ultrahangfejet ide fogom rakni a homlokához, és mérni fogom az agyi véráramlását. Jó, eközben arra fogom megkérni, hogy ne beszéljen. Jó, csak csukott szemmel, nyugodtan feküdjön. Hertelendi Péter gyakorlottan találja meg azt az akusztikus ablakot a halánték táján, ahol a készülék képes belátni az egyébként vastag koponya csont mögé. A másik ilyen pont a nyak és a koponya találkozásánál van. Ezeket a réseket megtalálva válik az ultrahangos műszer alkalmassá a koponyát vérrel erek vizsgálatára. Most találtam is már is egy eret. Ennek a pulzálását lehet hallani most. Ez a készülék elsősorban diagnosztikai eszköz, hiszen segítségével megfigyelhető a nyaki erek keringése, megállapítható az érszűkület mértéke. A készülék a koponyán belüli erek vérkeringésének vizsgálatára is alkalmas, így megállapítható például a koponyán belüli erek károsodása. A legújabb uh, elemző szoftverekkel van ellátva egy uh, fejlettebb uh, ultrahang fej, van hozzá uh, fejlettebb az egész uh, program, illetve az egész számítógép maga is a 21. század követelményének nagyjából meg is felel. Képesek vagyunk monitorozni hosszú távon is betegeket ezzel a készülékkel, melyre az előző készülékkel nem voltunk képesek. A stroke ellátás fejlesztése közös érdek, hiszen még ma is a harmadik leggyakoribb haláloknak számít Magyarországon. Erre hívta fel a figyelmet a neurológiai klinika vezetője is, diagnózis című műsorunkban. Magyarországon évente körülbelül 45 ezer ember kap szokott szélütést, ez egy borzasztó dolog, hiszen, ez egy kisváros lakosságának megfelel, és 16-18 ezer beteg meg is hal. Azok, akik pedig túlélték a szokok, egy részük szépen javul, más részük pedig rokkant állapotban éli a lévő életét. Ezen változtatni pedig elsősorban úgy lehet, ha az emberek jobban figyelnek az intőjelekre, a tünetek észlelésekor azonnal kórházba kell juttatni a beteget, hiszen négy és fél óra áll az orvosok rendelkezésére a hatékony terápia megkezdésére.